Elnézést kérem. Azt gondoltam, hogy előterjesztő esetleg válaszolni fog egy pár kérdésre is, még akkor lehet tisztázásokat, de úgy látom, hogy csak a zárásra számíthatunk. Ugye nagyon sok kérdés merül fel. Ugye pont ha már a személyadatok nyilvántartásával kapcsolatos tisztázó jegyző munkájának az ellenőrzésével kapcsolatos módosító javaslatot nézzük, ugye ugyanígy egy halom más dolog se derült ki ebből az előterjesztésből. Ugye egyértelműen tudjuk, biztosan tudjuk, hogy a földhivatali nyilvántartás nagyon sok esetben elhalálozottak, elköltözöttek adatait is tartalmazza, és nem tudjuk azt meg ebből az előterjesztésből, hogy mi lesz ezzel. Minden esetben a jegyzők automatikusan pótlhagyatéki eljárás kezdeményeznek, vagy mit kezdenek azokkal a megszerzett adatokkal, amikor kiderül az, hogy esetleg nem csak nem egyezik, hanem mondjuk az adatnyilvántartásban nem szerepel. Ugyanígy felmerül a kérdés, nem csak az, hogy miért fontosabb ez most, ugye én nem tudom, tehát bocsánat, ugye én tanulom ezt a munkát, tehát látom, hogy lehet így kérdéseket feltenni, tehát úgy bennem is felmerül, hogyha lehet ilyet kérdezni, hogy miért fontosabb ez most, mint mondjuk a elővásárlási jogrendszerének a megvitatása, miért fontosabb ez most, mint a összességében a helyi földbizottságok létrehozásának a kérdése, ami tipikusan olyanok, amelyek most jelen pillanatban égetőek lennének a földforgalomban, és ehelyett vannak ezek. Illetve annyit szerettem volna még csak jelezni, hogy minden bizonnyal itt ezt nem lehet szó nélkül hagyni, ezt a birtokpolitikai tanácsnak az átalakulását, tehát jelen pillanatban is egy olyan felügyelet volt, ami aggasztó eredményeket hozott, és ezt biztos, hogy ez irányba a módosító indítvánnyal kell, hogy éljünk. Fontos Sándor arra kérem, hogy a indoklásában térjen már ki arra is, hogy ugye az, amit el tetszett mondani a felvezetésben, az gyakorlatilag csak a földművelési miniszternek a hatásköri kérdését tisztázta, de az, hogy mi lesz az összes többi társminiszterrel, akik idáig delegáltak. Igen. Fejezze be, képviselő úr. Igen. A mondatát. Azoknak a kormányzati véleményének a kizárása miként lehetséges, illetve nem látná lehetőségét annak, hogy a birtokpolitikai tanács inkább bővítése kerüljön, mint a kinevezés szűkítésére. Köszönöm szépen.